Hali papi mami, mindenkinek. Szia kiskutyám, ki jött? Inkább legalább? Igen. Egyre több ilyen videót láttam az interneten, ahol elmesélik, hogy milyen egy igazi alfa. Amit is jelent, hogy alfa valaki. Hát ez az alfa hím akar lenni. Vagy egy jó pasi, nem tudom, így annak idején még csak ilyen jó pasi volt, amikor én még fiatal voltam. Most már alfa hím lett, de most már az sem, most már csak egy alfa, így lazán, te vagy az alfa. És akkor vannak ilyen, szerintem ilyen baromira káros videók, ahol elmagyarázzák, hogy te hogyan legyél ilyen alfa hím. Az alfa hím az ugye mindent visz, tehát az összes nő megborul érte teljesen. Ő a legjobb pali, a legjobb fej, a legjobban öltözködő, a legjobban kinéző, leghumorosabb, legpénzesebb, legjobb a szexben, vagy legalábbis a szexuális kisugárzás, hogy ez őrült, és akkor így döglik tőle minden nő, és akkor ehhez próbálnak ilyen tutoriált adni, hogy hogyan legyél ez. Hát szerintem ez ilyen, ez kurva káros, szóval eleve az, hogy ugye rögtön mindig azzal kezdik, hogy legyen önbizalmad, ez valahogy nem tudom, mindig videóban benne van, sugároz mindig az, hogy van önbizalmad, de hát akinek nincsen önbizalma, annak hogy mondhatsz ilyet, hogy legyen önbizalmad? Szóval úgy beszélnek róla, mint hogyha ez olyan lenne, mint hogy elmész a boltba, és akkor veszel önbizalmat, és akkor majd akkor lesz. Hát ezt így nem lehet, hogy legyen önbizalom, meg sugározd azt kifelé. Hát az önbizalom az pont, hogy ez totál belülről jön, tehát azt nem tudod így, nem tudod átverni a másikat. Ez nem tudom, azt mondanák, hogy legyen olyan jó kisugárzásod. Hát eleve ugye az, hogy milyen a kisugárzása valakinek, az nagyon összetett dolog szerintem. Tehát az önbizalom is olyan, hogy azt gyakorolni kell. Ráadásul az nem napokig, meg hetekig, hanem az sok-sok éven át. És még akkor sem biztos, hogy lesz normális önbizalmat. Tehát egy normális önbizalmat így fölépítesz nagyjából, jön egy nő, és akkor 3 perc alatt lerombolja, amit mondjuk egy 2 év alatt összeraktál, és akkor kezdheted megint előről. Tehát ez nagyon nem olyan az önbizalom, ráadásul nem feltétlenül nőkből kell meríteni önbizalmat rögtön. Hogyha én sikeres vagyok a csajoknál, akkor tök nagy az önbizalmam. Ki kell teljesedni egy csomó dologban, ez lehet valakinek mondjuk pont a munkája, vagy a művészete, a sport, a kreativitásod, vagy valami, amiben jó vagy, amiben elismernek, ahol ilyen sikereket érsz el, és ettől lesz ugye önbizalmat. De most ugye a nőkről beszélünk, hát itt is ilyen kicsikkel kéne kezdeni, hogy eleve nyitottnak kéne legyél, meg ismerkedni emberekkel, az lehetnek csak barátságok is, és akkor attól hogy lesz önbizalmat, hogy hogyan tudsz kommunikálni, meg beszélni, látod, hogy mennyi fajta fél ember van, akinek, mindenkinek van valami baja, hogyan tudsz mélyeket beszélgetni az emberekkel, és akkor az ilyen hosszú út, hogy legyen önbizalmad a nőkhöz egyáltalán. Meg amúgy se gondolom, hogy minden az, hogy nagyon nehéz azt megmondani, hogy egy nőnek mi jön be, már eleve erről is ugye ilyen listákat készítenek, mert hosszú távon ugye vannak dolgok, amiket az ember így nyilván egy stabilitás, meg vannak ilyen dolgok, ami nőnek tényleg fontos, vagy mondjuk ugye szeretik mondani mindig a pénzt, amiben szintén van egyébként igazság nyilván, meg abban is van igazság, hogy egy nagyon jó képű izmos srácnak sokkal könnyebb a csajozás, ezekben mind-mind van igazság, de az, hogy konkrétan egy nőnek éppen mi jön be, vagy mitől fog beléd szeretni, hát ezt a jóisten sem mondja meg, ez komolyan. Tehát a világ összes pénze nem elég ahhoz, hogy egy nő beléd szeressen, és az, hogy pont beléd szeret, lehet, hogy egy fillér sem kell. Ugyanakkor lehet a világon a legnagyobb önbizalmad, és valamiért mégsem fog az a nő beléd szeretni. Lehetsz te a világ legmújabb palia, és pont beléd fog szeretni. És akkor ezt sorolhatnám még. Lehetsz te a világ legkigyúrtabb állata is, és pont nem fog beléd szeretni, és lehetsz te a legnagyobb elhízott, igénytelen faszi, és pont beléd fog szeretni. Tehát van valami, amire a nő így beleszeret, vagy valami hirtelen rajongás, amit igazából így nem is lehet megfogalmazni, hogyha pont most ez az önbizalmat
vesszük, akkor például lehet egy olyan szituáció, hogy pont neki az a kis elesettség tetszik meg benne, vagy azt meséli, hogy olyan kis ilyen kis érdekesen szerencsétlen volt, és akkor olyan vicces volt. Megismertem, tök megtetszett. Tehát ilyet is hallottam már. Nagyon, nagyon sok változata van annak, hogy a nőnek éppen hol kattan az agya, vagy mire. Tehát én azt mondom, hogy egyéniség. Egyéniségnek kell lenni. Nagyon nem értek azzal egyet, hogy ilyen és ilyen legyen. Ráadásul ez összes arról szól, hogy hazudjál, verd át a nőt, ami egyébként működik. Tehát tök jól át lehet verni a nőket. Ez nincsen probléma, a férfiakat is át lehet. Alapvetően át vagyunk már verve ugye a sminkekkel, a kitömött cicikkel, a mit tudom én, tök jó ruhákkal, ezekkel átveri nyilván az ember már alapvetően is a másikat, és akkor látsz olyat, ami nincs is ott, szóval nagyon előnyösen tud egy nő megjelenni nyilván. Szerintem ott még sokkal többet át tud venni külsőleg egy nő egy férfin, mint egy férfi egy nőn, de hát a férfi meg ugye hazudni baromi jól tud, tehát minden baromságot összehazudni, ez tök jó, és akkor a nő az álmulatba esik, és akkor utána majd a tiéd lesz, csak mindig az a kérdés, hogy utána mi lesz. Tehát hogy ezek a tutoriálok arról szólnak, hogy hogyan szerez meg egy nőt, vagy egyáltalán oda jussál egy nőhöz közel, vagy csak arról szól, hogy gyorsan egy szexet lezavarjál vele. Szerintem még arra se feltétlenül, vagy arra sem működik, de nagyon reméljük, hogy nem ilyen tutoriálokat adunk csak az embereknek, hogy ebből él az élet, vagy ebből áll az élet, hogy mindenki dugjon mindenkivel, meg a férfi mindenféle mindenhova bedugja, még a konnektorba is. Hát nagyon reméljük, hogy azért ennél így tovább fejlődtünk. De hát mondjuk, hogy körbenézek, meg rengeteg emberrel beszélgetek, mindig rájövök, hogy hát igazából nem fejlődtünk tovább. De minden esetre ez baromi káros, szóval most az állandó hazugság, meg ezek a megtévesztések, hogy a közelébe férkőzzél valami nőnek, hogy kérdés, utána mi lesz? Tehát ezek úgy is kiderülnek, meg ezek ilyen nem valóságos dolgok. Igazából önmagadat kéne adni, és legyen egy személyiséged. Szerintem ez a legfontosabb. És hogyha ez a személyiség szimpatikus lesz egy nőnek, akkor te önmagad leszel szimpatikus. Persze vannak ilyen etikett dolgok, amiket be kell tartani. Lehet ezt gyakorolni, hogy hogyan tudsz kommunikálni a nőkkel. Lehet ezt gyakorolni, hogy mi jön nekik be jobban, vagy mi kevésbé. De ettől függetlenül meg ez annyira random, hogy az valami elképesztő. Hiába fogsz rámenni egy sablóra, és akkor bejön valami nőnek ez, és akkor te ilyen alfa leszel állítólag, meg magadra raksz ilyen méregdrága órákat, vagy megjelensz ingben, de hát attól még nem lesz stílusod. Lehet felvenni inget, meg lehet órát, meg lehet lobogtatni a lóvét, akkor sem biztos, hogy lesz még hozzá stílusod, és fele ennyivel is lehet stílusod, meg lehet humorod. És nem azt állítom, hogy nem kell a pénz, mert én is azt gondolom, hogy kell, főleg ugye erről szerintem csináltam vlogot is, hogy mondják, hogy nem kell, ez is egy baromság, hát főleg randira meg tök kell a pénz, mert el szeretnéd vinni azt a lányt ide-oda, hát hogyha nincsen, akkor nem tudod elvinni, szóval ez is egy ilyen butaság, meg szeretné azért neki venni klasszikusan mondjuk egy, most mondok, nem virágot mondok, mert az már ilyen balfasz, amikor így egy virággal mész oda, szóval én nem mondom senkinek, hogy vigyen egy virágot a randira, mert szerintem az nem kell rögtön így megvásárolni a nőt, akivel randizol. Egyszerűen hihetetlen, hogy milyen rossz irányba tereli ezzel az alfasággal az embereket, vagyis hát ezek a videók, és ezt szeretnék így ellene menni. Én nagyon nem értek ezzel egyet, hogy legyél alfa, és akkor ezt így kitanulod, leszel egy ilyen karakter, és akkor megdöglik tőled minden nő. Nem fog megdögleni tőled. Egy tök béna dumát is elő lehet adni tök jól, és egy tök jó dumát elő lehet adni tök bénán. Rengeteg dologtól függ, milyen a megjelenésed, ápolt vagy-e, mert sokszor az is elég, nem kell a csicsa őrület. Ugyanúgy nőnél is szeretik a férfiak a természetes szépségeket, de van, aki meg kifejezetten nem azt szereti. Tehát azt bekategorizálni, hogy mi kell egy nőnek, mitől fog ez fog megtörténni ez a dolog, ezt talán nem is lehet elmagyarázni. Lehet alapvetően elmondani dolgokat, amiket én is el tudnék.
például az, hogy szerintem legyél illedelmes, meg hallgasd meg legyél figyelmes, meg ne legyél bántó vele, viselkedjél normálisan. Ilyen alaptételeket tudnék mondani, de hát az élet meg ilyen nagyon fura, mert lehet, hogy pont az jön be neki, hogy hú, de rossz fiú, milyen kis bunkó velem. Már ilyet is hallottam, de akkor mi a képlet, tehát mi a tutoriál, hogyan legyél alfa. Valakinek meg pont az jön be, hogy valaki ilyen nagyon tisztelettudó vele, meg kedves. Valakinek meg pont nem. Van olyan nő, aki kifejezetten azt szereti, hogy egy picit így azért bunkók vele. De most ilyen tutoriált adni meg, hogy legyél bunkó, hát ez nem lehet. A legjobb megoldás szerintem, hogyha önmagatokat adjátok. Szóval legyetek önmagatok, találjátok meg saját magatoknak találjátok meg azt az utat, azt a stílust, ami tényleg te vagy, amit magadénak érzel, és akkor azt vigyed végig is. Ebből nagyon sok lesz, akinek nem tetszik, és lesz sok, akinek tetszik. És akkor azon lehet változtatni, hogy mi lehet a probléma, hogyha nyilván nagyon sok nőnek nem tetszik, de még erre sem mondanám azt, mert biztos, hogy jön egy olyan, akinek viszont igen, és akkor azt úgy meg kell becsülni, de nem tudod magad szándékosan átfaragni egy ilyen nem létező macsóvá, aki kigyúrt, jóképű, jó stílusú, ja és persze hatalma van, ez nagyon fontos állítok a nőknek, hogy minél, tehát a hatalom is az, amire nagyon buknak, egyébként tényleg buknak, de ez megint olyan, hogy egy miniszterelnök is kevés ahhoz, hogy egy nő beleszeressen, és egy akár milyen átlag ember is elég ahhoz, hogy a világ leghíresebb nője beleszeressen kb. Hogy megtörténjen az a pillanat. Nincsen erre orvosság, higgyétek el egyáltalán. Főleg így a szerelemre, meg arra, hogy hogyan férkőzzél egy nőnek a közelébe, de nyilván hazugságokkal meg lehet. Tehát, hogyha ezt mondja ez a tutoriál, vagy ezt hangoztatja, akkor hajrá. Nyilván vannak nagyon rossz tapasztalataink, nekem is van egyébként rengeteg. Én is azt mondom, hogy vannak tipikusan olyan dolgok, amik nyilván célra vezetőek, de ehhez kell egy stílus, tehát ezt nem tudja előadni akárki. És ezért nem ajánlom ezeket egyáltalán. Próbálj meg laza lenni, meg kedves egy picit, vagy pont nem, hát nem tudom, ezt ki kell tapasztalni. Tehát tényleg nincsen rá orvosság. Nincs orvosság a nőkre. Gyertek el. Na, papa.